A következő percekben arra keresjük a választ, hogy hogyan zajlik napjainkban a színművészet és hallgatók képzése. Hogyan készítik fel az új színész nemzedéket a különböző kihívásokra? Milyen lehetőségei vannak egy frissen végzett színésznek pályája kezdetén? Vendégünk a stúdióban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színésze és művészeti igazgatója. Szeretettel köszöntjük Berekméri Katalint. Üdvözlünk a Mozaikban. Köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a kedves tévénézőket is. Sziasztok! Szia! Látjuk, tapasztaljuk, hogy a színház világa is folyamatosan változik. Egyre ritkábbak a hagyományosabb, klasszikusabb darabok, és egyre gyakoribbak az újszerű rendezések, akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a merészebb rendezői teljesítmények, amelyek talán a színészek munkáját egy picikét jobban igénybe veszi. Ilyen körülmények között változott-e a színművészeti egyetem, a színművészeti egyetemek feladata? Teszem hozzá ahhoz képest például, ami 20-30 évvel ezelőtt volt, és milyen irányban? Igen, érdekes ez. Nem tudom, csak igazából azt nem tudom megfogni, hogy valóban változott-e olyan szempontból, hogy lényegesen modernebb lett, vagy lényegesen más kihívások elé állít egy színészt a mai színház csinálás, mint ezelőtt 20 vagy 30 évvel. Tehát valószínűleg van egy természetes folyamat, ez egy élő művészeti ág mindenképpen a színház, tehát ugye egyfolytában kapcsolatba kell, hogy legyen a valósággal, azzal, amiben élünk, vagy azzal az emberrel, aki a mát éli. És hogyha erről leszakad, akkor azt gondolom, hogy érvénytelen. Tehát, hogy ilyen szempontból mindig egy élő organizmussal volt dolgunk. És ezt a színház kell, hogy hozza. Talán azok is, akik oktatják, azt gondolom, tehát hogyha ebben valahogy kontaktusban maradnak ezzel a világgal, és erre figyelnek, vagy erre mindenképpen reflektálni akarnak, akkor azt gondolom, hogy a színházi alkotó valamiképpen érvényes irányba tud menni, és valószínűleg ezt minden eszközével minél inkább kell, hogy a színészoktatás is képviselje. De nem gondolom azt feltétlenül, hogy gyökeresen más lett, vagy gyökeresen másnak kell, hogy legyen, más kell, hogy legyen, hiszen hogyha belegondolok, miért? Ezelőtt 30 évvel is, amire egy gyereket meg kellett tanítani, tehát a gyereknevelésben is rengeteg olyan szegmens volt, ami ma is érvényes, és azokat bizony meg kell az utódoknak tanulniuk. Tehát azt gondolom, hogy a színésznevelésben is ugyanez van. Valóban vannak más eszközök, amelyek itt teret hódítottak a színházon belül, és akkor azokhoz úgy kell adaptálódniuk. De nem hiszem, hogy lényegesen nagy változás van ebben. Vagy az alapok, azt hiszem, ugyanazok. És szerinted kiszűrhető, hogy kiből lesz jó színész? Pontosabban a képzésben, a képzés kapcsán kérdem, uh-huh. hogy szerinted hogy aránylik a tehetség, a munka és a didaktikai tevékenység? Ez mindig olyan összetett kérdés, mert igazából azt gondolom, hogy az, hogy mi a tehetség, azt nem tudjuk megfogni. Tehát valahogy így nem az egy meg egy, az kettő. És közben az, hogy a tehetség hogyan nyilvánul meg, annak meg rengeteg akadálya van. Tehát, hogy nagyon, nagyon komoly érési folyamatokkal összefügg, azt hiszem, egy színész, és nem csak kezdő színész életében, hanem vagy egy diáknak az életében, vagy egy gyereknek az életében, ott még inkább tetten érhető. De hogy igazából egy meglett színész életében is, annak függvényében, hogy milyen időszakok vannak, tehát egy csomó lelki folyamattal gátoljuk magunkat, és nagyon gyakran, amikor gátoljuk magunkat, nem tudjuk, hogy gátoljuk magunkat. És hogy ezeket hogyan lehet meglépni. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen összefüggésben van ez, vagy jó, hogyha afele tereljük a diákokat, hogy a személyiség fejlődéssel is, azt gondolom, hogyha valahogy összefüggésbe hozzuk az oktatást, vagy a nevelést, vagy valaki, ahogy készül erre a pályára, hogyha erre a vonalra is nagyon odafigyel. Én nagyon munkapárti vagyok, de szerintem mind a kettő mi azok vagyunk Bözsével, hogy biztosan nagyon fontos az, hogy valaki tehetséges legyen ezen a pályán. Tehát, hogy az nagyon megsegíti azt a kínlódást, amivel nagyon gyakran ez a munka együtt jár. De hát nagyon nagy százaléka ennek munka. Egy kicsit úgy képzeljék el, mint egy sportolónál.
azt gondolom, vagy a kedves tévénézők erre gondoljanak, mert az könnyebben megfogható, vagy többször látunk olyan fajta eredményeket, hogy igen, nagyon fontos a tehetség, de valójában az a munka, amit belefektetünk egy folyamatba, az rendkívül fontos, és azt hiszem, hogy és minél inkább telik az idő, annál biztosabb vagyok ebben, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkodunk saját magunkról, hogyan gondolkodunk a munkánkról. Tehát milyen fajta szemléletet tudok összerakni magamnak, mert alapvetően azt gondolom, hogy ebben a szakmában is, meg az élet összes többi területén is azt tart meg. És ilyen szempontból visszakanyarodva a színészneveléshez, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos minél hamarabb hangsúlyozni, vagy erre rávezetni a diákokat, hogy igényük legyen erre. Mert enélkül nagyon billegünk, és nem lehetünk fogyókellékek ebben a szakmában. Amúgy általában milyen elképzelésekkel érkeznek hozzátok a diákok, illetve milyen utat járnak be, és ti hogyan próbáljátok irányítani őket? Hogyan próbáljátok terelni őket a helyes irányba? Valójában úgy van ez, hogy ők azt hiszem, hogy ők a sikernek a vágyával jönnek, mert mindannyian úgy kezdünk bele ebbe a szakmába. Sőt, nagyon gyakran ennél tovább nem is jutunk. De hogy ennek közben gyönyörű oldalai vannak. Pontosan az, ahogy megkínlódom magammal, ahogy van egy nagy harcom magammal, és aztán egyszer csak rádöbbenek olyan megoldásokra és olyan oldalaimra, ami nekem egy ajándék, hogy megismerhetem magamból. És ez a szakma ezt nagyon hordozza. Tehát azt gondolom, ez az egyik legizgalmasabb része ennek a szakmának. Csak nagyon hosszú az út, míg eljutunk ehhez a részéhez, ehhez a szakaszhoz. És addig pedig hajtjuk a sikert, és azt hiszük, hogy ha azt hajtjuk, akkor ezt elérjük, holott itt igazából pont befele kellene figyelni többet, és akkor azt gondolom, hogy akkor az úton egyszerűen előbbre tudunk jutni. Hát dolgoztatjuk a diákokat, mindenképpen olyan helyzetbe próbáljuk hozni őket, hogy a figyelme pontosan a fókusza oda kerüljön, ami a fejlődését fogja tudni szolgálni. Tehát, hogy figyeljen magára, figyeljen a körülötte lévőkre, figyeljen a folyamatra, és egyszerűen ezt a 20. századnak az egyik nagy színházi alkotója, Grotowski, ő mondta ezt, és amióta igazából én találkoztam ezzel a gondolattal, ez nekem így a, nem tudom, a himnuszom. Tehát, hogy igazából az tényleg az van, hogy minden pillanatban, vagy minden munkafolyamatban, de ezt lehet alkalmazni az élet többi részére is, hogyha megkeresem mindig a saját ellenállási pontomat, és azt megpróbálom túllépni, akkor egyszerűen az fejlődést fog hozni. És valahogy efele próbáljuk terelgetni őket. Most végül is ehhez kötődik az, hogy szerinted, tehát hogy tudjuk, hogy a színészi szakma egy kiszolgáltatott, törékeny, sebezhető folyamathoz kötődik, hogy felkészíthető-e a színész növendék, hogy felálljon a kudarcokból, a nehéz helyzetekből? Én azt gondolom, hogy biztos recept erre sincs, pontosan úgy, mint a gyereknevelésben. Tehát, hogy biztos recept nem létezik. Csak annyit tehetünk, vagy én ennyire jöttem rá, amióta csinálom, hogy egészen őszintén azokról a folyamatokról beszélek, vagy pedig kérdezek helyzetekben tőlük, amikor ezekkel a problémákkal találkoznak, mert bizony ezeket a problémákat, vagy azokat a nehézségeket, amelyeket helyre kell tenniük magukban, vagy nehéz élethelyzeteket, vagy szakmán belüli helyzeteket, amelyek nagyon gyakran erős indulatokkal együtt járnak, hogy azokkal már az egyetemen találkoznak, és azt gondolom, hogy ha ezt egyszerűen erről beszélgetünk, vagy ennek valamilyen fajta teret adunk, hogy ezt ők maguk között megbeszélhessék, és hogyha ezt mi bátorítjuk, akkor azt gondolom, hogy ennél többet nem lehet tenni. Mindenki megfogja ennek a folyamatát szokni, és egyszerűen elkezdi afele terelni magát, hogy ezeket bírja ki. De azt gondolom, hogy mindenképpen az őszintesség a... Hát mást nem tudunk tenni, de az biztos, hogy nem jó, ha hallgatunk erről, nem jó, hogyha mást mondunk. Én nem tudtam többre rájönni. Igen, hogy őszintén beszélgessünk erről. És akár úgy, mint egy baráti kapcsolatban is. És akkor rájönnek, hogy hát ezeken a problémákon mindannyian, akik megváltoztunk ebben a szakmában, azok átestünk. Ez olyan, mint az úszás, hogy aki úszik, vizes lesz. Tehát, hogy ezt muszáj. Sok sportos hasonlatod volt. Igen. Amúgy nagyon röviden és végezetül záró kérdésként, amikor egy növendék, egy hallgató elhagyja a képző, az egyetem padsorait, akkor milyen lehetőségei vannak? És annak ellenére, hogy egy hihetetlenül nehéz szakmáról beszélünk, miért érdemes mégis ezt a pályát választani?
Hát igen, a lehetőségek azok viszont változtak az elmúlt 20-30 évben, így ahogy elindultunk a mai beszélgetésben. Bizonyos szempontból sokkal tágabbak a lehetőségeik, mint amelyek voltak például nekem, mikor én végeztem az egyetemen, és bizonyos szempontból viszont meg nehezebb, aki társulati létezést akarnak választani, tehát hogy a társulatok már nagyon, nagyon számos taggal működnek, és igazából nagyon kevés, vagy csökkent az elhelyezkedésnek a lehetősége. De közben meg nyitottá vált a világ előttük, tehát hogy valami pró, valami kontra. Igen, nem könnyű, ez mindig az elején nem könnyű a pályát elkezdeni, de azt gondolom, hogy egyszerűen bele kell állni, és valamilyen módon kell afele menni, nem szabad lemondani róla, és valahogy fogja adni az élet a maga lehetőségeit. Én azt látom, hogy nagyon sokan, akik igazán el akartak helyezkedni, megtalálták a helyüket ebben a szakmában, vagy zömében megtalálták, ami jó. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönjük.